most megmutatom, hogy igazából ez a törzs tisztítás, ez nagyjából az annyi, hogy ilyenkor az ember így azokat a oldalhajtásokat, amik itt ki akarnak törni, azokat le kell így szépen dörzsölgetni, és ugye ezt akkor jó még csinálni, amikor így szépen le lehet dörzsölni, mielőtt azok megerősödnének, és már metszólóval kellene őket eltávolítani. Ezt azért mutatom meg, mert nem biztos, hogy a videómnak a nézői közül sokan akarnak szofóra japonika pendulát termeszteni, az viszont biztos, hogy nagyon sok embernek van, és ha ilyen van az ön kertjébe, akkor az a javaslatom, hogy ezeket a törzsről kihajtó részeket, ezeket idekezzék minél hamarabb szépen lemorzsolni. Egyszerűen azért, mert nekünk a törzsnél csak arra van szükségünk, hogy a törzse legyen a pendula résznek, tehát ami föntről szépen lecsünk majd. Úgyhogy ezek ilyen, hát itt a 180 körülbelül, ugye ezek ilyen 180-200-220-ra oltott szépségek. Úgyhogy ezt, amikor az ön kertében van ez a nagyon szép csüngő, ágú japán akác vagy pagodafa, akkor érdemes ezt elvégezni. Thank you.